Azt gondolom, ilyen néven mindegyik faluba lehetne fesztivált tartani. Itt Kárpátalja, se magyar, se ukrán falva nincs olyan, ahonnét sokan nem mentek volna el. Ez sajnos jellemző volt minden korszakra, hisz helyben nincs elég munkalehetőség és munkahely, ahol dolgozhatnak, és amiből megélhetnek az emberek. Ennek a falunak az is a sajátossága, hogy itt minden adott ahhoz, hogy a turizmust felfejlesszék, csak valami oknál fogva privatizálták például azt a területet, ami a 80-as években egy virágzó turista telep volt, és Beregszáznak ez volt a nyaraló központja, ide jártak ki a Borzsagáthoz, és itt állandóan szólt a cigányzene, nagy élet volt, majd volt ugye egy pangási időszak, amikor szétesett a Szovjetunió, és utána valaki privatizálta, és azóta annak ellenére, hogy itt termálkut is van, senki, ő nem tud befektetni, másnak nem engedi, nem jön, s ez egy kicsit válasz, ez a rendezvény, úgy érzem a helyiek részéről arra, hogy hívjunk haza mindenkit, háthalkat közöttük olyan is, aki ebben meglátja újra a fantáziát, hisz egy ilyen, ilyen adottságú település a turizmusból maga megél, ahol itt a Holdborsa, ami egy horgászparadicsom, itt van a lehetőség az úszásra és a pihenésre a Borzsa partján, de van termálkút, amit ha fejlesztenének, akkor a falusi turizmus és egyáltalán a szervezett turizmus is kijönne belőle. Örülök, hogy erre végre 4 évvel ezelőtt rájöttek, és gondolom úgy van mindenki vele, mint az Orba görögbe, hogy el kell táncolni, hát kell kezdeni táncolni, hát ha megjön hozzá a zene, és úgy néz ki, hogy most egyre többen jönnek haza évről évre, testvértelepülések mások, és hogyha ide jönnek, előbb-utóbb felhívják a figyelmet mindarra, amire szeretnék felhívni, és a falu hát, ha újra önmagára talál, amit megérdemelne, hiszen Borsova volt valaha Magyarország egyik vármegyének az első központja, hisz Borsova vármegye létezett hamarabb, mint Bereg vármegye, majd később kiterjesztették, és akkor Borsováról került át Bereg vármegyébe a központ, ami Nagy Bereg volt néhány száz éven keresztül. Ez látszik ma is a falu rendezettségén, meg azon a tartáson, ami a falu lakóit jellemzi.